Szevasztok, hosszú napunk lesz. Ma négy meccs. Ilyen keményet mentem, úgyhogy mindenki készítse be a kocka süteményt, mert itt leszünk egy darabig. Hat meccse, Commanders Giants, hát ez a hét meccse igazából, de most kerül sorra. Izgalmas párharccal indulunk rögtön, Devitóik nem tudnak támadni, Commando nem tud védekezni. Kezdő drive legtöbb touchdown kapták, összes drive-ból, hát abból ah, se kaptak bőségesen, de mi valaki most akkor megtörik. Josh Jonathan ellen, elnézést kérek, Jonathan, túl sokat Josh. Jonathan Ellen azonnal a minuszba szerel. Van Délt, leszedi Percy Butler, harmadik és tíz, sokáig hosszabbít Devito. Ilyenkor régen odaért az egyrás, de hát azt megszüntették Washingtonban. Hát akkor kiemeli a Barkley-nak, aki 21 yard mélyen ugrik a balonér és be is gyűjti. Jonathan Vilma, tán még nálunk is jobban meglepődik az értelmes dobás láttán a Deviton. Tommy Devito-ra rászakad a zseb, mély jó az első szekkelő azt mondják bosszú egy. Visszatölt idézni legjobb megoldásai? KJ Henry, második szekkelő. Minden irányból jöttek mindkét alkalommal az emberre, pont. Terry McLaurinhoz hozzávágnak mutatóba egy labdát egyből, ő az, tőle kell félni. Havel bemutatja a nyomás előli menekülés interpretációt, Devito fölírja, Diami felé mélységi felderítés, Elég messzire megy a pasz, de nem hozzá, hanem a védő McLeod van nyerő helyzetben, megszerzi a pikket, első neki, valaha. Ebben a párosításban sokaknak jöhet az áttörés, hasonszörű az ellenfél. Barkley igyekszik leverni a terhet, jardokat vesztenek. Mayo a backfielden köszönti. 3. és 11. Sikeres devító, de Bellingert szerelik a sárga előtt. Sziendelut. Hogy lesznek így pontok? Hát talán turnoverből. Logan Thomas kap egy RPO-t, aztán a Megfedden ráüt, Fumble, és Xavier McKinney összekaparja. Büszkén mutatja a labdát a kapitány. Aki alig várja, hogy eligazoljon, szóval hát jó helyre került a C betű. 45-i a labda. St. Just szerint uh, lehetne messzebb. Forbszal, dupla corner blitz, és leviszik a csődört pontatlan dobás másodikra, pontos harmadikra. Szóval az összességében elég jó. Darius Slayton megoldja a harmadik és 13. Van kiürítette a zónáját, Devito pedig precíz volt. Akkor már a Tazdan is. Barkley 25-ről Will, Devito meglövi, lánybeker esélytelen Tazdan Giants. Ha pontosan passzol a gyerek, rájöttek, hogy működik az offense. Na hát ezt mindenképpen fel kell jegyezni, csak el ne keveredjen a papír. Loganhez visszakerül a labda azonnal, hogy elfeledje a fumble-t. után mindig kiemelt figyelmet szentelnék a labdavesztőnek kettő playig, mert a QB tendencia, hogy azonnal vissza akarják hozni a meccsbe. Mondjuk főleg rövidekkel, az eleme kiába. Brian megmutatja, miért ő a legsok oldalúbb Robinson futó. Aligában. 18 jadot kap el. És a földön, ott is, first down, hát ezek vannak dobni nem igen, mi? Play action, megfedden uh, mutatja, figyeljétek Thomasra, Oké, okay. elszaladt mögötted, elkapja 20 yardost, mennek szerelni. Gól helyzet, gór nem viszi be. Havel sem talál embert. Ráadásul sürgeti a Tibodó. Field goal marad. Del Rio ráküldi a védőket Devitóra, mintha edzésen lenne otthon, Jerseyben fellépne, mély jó, várja szek. De rövid szek, szóval ki nevet most. Barkley veszi át, Jamin Davis szereli minuszban. Még hogy gyenge a defense, commando defense. Harmadik és 13. Payner nagy, megközelíti DeVito-t, KJ Henry befejezi a szekket, pont. Jön a Washington fordítani, de elakadnak. Hiába kimunkált támadó játék. Harmadik és kettőre Bryant szereli Aishan rokona. Three and out. amikor épp nem rúgják szájba, adogató robotként lövöget Barclaynak, Slaytonnak. Hudgens átlöki a sárgán a Forbes-ot, megtalálja a mismatch a Giants. Futást feleslegesbe leszőni, megáll a drive tőle. Negyedik és kettő, ha hát, támad a d -ból. mit számít ez a meccsen? Mély odaér De Vitora, lerázza, eldobja, de te senki földjére. Turnover on Dance Ben hagyott három pontot a Giants, megbízható rúgójával. Howell, enervált labda, Pinok beugrik érte, de torkon találja, incomplete. 3. és 8, szek, Dexter Laurels. hát ez benne van. Meccsenként, hogyha egy darab, csak, hát akkor esünk túl rajta. Three kommando. KJ Henry egy deflekcióval is jelentkezik. kiűrült előtt a depcsárt. Hát most akkor alkothat. Januárban lesz 25 éves fiatal tehetségről beszélünk újonc. Van dél, megoldja így is. Devito higgadt veterán vezérként minden harmadik és hosszúnál magabiztosságot igyekszik sugározni. Hyattnek is jut labda, aki 13-as. Harmadik és egy, play action, Hátra megy, ameddig lehet Devito, meglövi Slaytont, elhúz a korner mellett, negyedpályás Tashdan. Giants! Kettő Tashdan, egy meccse. Kicsontozza ezt a kaverizset a Devito. Meccs után verseny az irodába, hogy kimond le leghamarabb. Kommandósok. Robinson futásokkal nyugtatja a meccset BNMI. Rodriguez a váltótársa, Gibson most nem tudott jönni. Territ kiválóan limitálják az óriások, de vannak elegen, akik átveszik a műszakot. Brian kimondottan fürgelábbal bír, ahhoz képest, hogy a Derrick Henry akadémián nevelkedett. Terry megjelenik a tízesen belül középen, labda is kerül hozzá. Robinson kívül tartja Tibodó, így akkor Howell bemutatja, milyen az erőfutást. Figyelj Brian, megindul, előtt a Banks leforog, betolja. Jön pinok, ütköznek, betolja újra, kimegy a szélre, belerúg a pálylomba is, megkini mellett. Emberek, ez 3x6 pont. 18 pont. Végül csak egyet adnak meg. Hát hatott Utána meg a pályán kívül vegzálják az irányítót és egymást, hogyan oda megy a felmentősereg, pofoszkodás. Körti szemület kiállítják a flottal együtt nagyobb horderejűre számítottam. Legalább menjen innen öt, 5, tőletek meg 10. De ez így eléggé egyenlő. Extra pont mellé. Bolond meccs. Sokáig tátja a száját Tommy, odaérnek Pénőr nagyék. Túl sok szekket nyelz be kicsi, Howell üzeni. De Vito próbálja túl Howell-ezni Howell-t. és tizenkettő meglövje Slaytonnak de igen nagy ütést mér rá Jartavius Martin, korábbi Illinois Safety és Devito korábbi csapattársa. Three and out. Utolsó perc, Tibodó, szek. Nem akar kimaradni, ha majd osztogatják. Harmadik és húsz alibi, szünet. Visszatámad kommandó? Ja nem, Pringle elveszíti a kirúgást. 34-esen McLeod okozza a fumble -t. Nem sok mindent csinál a meccsen, McCloud, de néha egy-két törnover összejön neki. Two Hill visszatereli Devito t aki nem tud döntést hozni hamar, inkább lefekszik neki. Átdobná defense a defense-t akkor Devito, de Forbes az utolsó védő vonalban atom -stabil, nem enged elkapást. 3. és 17. Jonathan Allen áttör és szekkeli a kotörbeket. Vissza a logóba. Onnan pont. Újabb könnyű három pontot hagy benne a meccsben a Giants. Hát így nem lehet nyerni. Nyilván. Másnak se, de főleg nem nekik. Howell atletizál, 25 yardos futás. Lemozogja Dextert, kihasználja a 123 font előnyét. Azt csodálom, hogy a végén kilép, és nem próbálja az okerek segre fejelni. Mi van veled? Legalább a vállad neki nyomnád. Egyre szelidebb vagy szem. Futott yard, 102-0. De lehetne fordítva is. Diami hasznosítja magát a másodvonalas elkapók közül. Ugye a Curtis kiállt, Datson szürke, a hát Pringlet hagyjuk. Crowder meg öreg. Ugye John Bates sokat van így a pályán, Titan haszonnal, és Rodri is tud mozgatni. Elvileg a Washington a jobb csapat, szóval nem kéne szenzáció legyen, hogyha átveszik a vezetést. Logan Thomas hiába megy a célba, túl sok kakaót küld neki a Havel. Megfedden egyszer odaír mínuszban a Robinsonra, 3. és 11. Crowder ideje. Screen. Isaiah Simons közbeavatkozik. Sly rúg 42-ről. Gól. 12-14. Van Dalt. Elvéti Just 20 jarot Sonford a vonal mellett. Hyatt hiába igyekszik megnyújtani a pályát. Esélytelen. Marad ugyanekkora. Jamin Davis. Blitz. Újra gondot okoz. Hát négy ember se tud megfogni a Giants támadófal, de még jönnek. De Vito benyeli a szekket. Több sebből véreznek. Egyrészt De Vito nem tud olvasni, falban nem tudnak blokkolni. De hát vezetnek, figyelj. Harmadik és 22, hát mert sepőrnek az alibi. Fizikális futás Robinsontól. Pinyok kinevetteti magát azzal, hogy a felső testre támad. Tizen szerelik a végén. Rodri is sikeres a földön. A lövészárokba akar nyerni a kommandó. Jobb fal itt is, ott is. Komplett Kentucky offenz itt van amúgy, Van Dél meg a Rodriguez, hát ennyi volt. Már csak a Levis hiányzik, bár egyik csapatnak sem kellett ő. Már éppen fordítan a kommandó, amikor Rodri fumble. Okereké boxolja ki, miközben az extra yardokért küzd a futó. Hát a jó képzés, ugye, Bobby? Antonio Gibson, hát apró mosoly Washingtonban, hát nem álltam be, aztán mégis fumble. Barkley, hatalmas meneküléssel eltávolodik a nulla jarttól. Pedig úgy gyönyörű lett volna nyerni, hogy az UDF a, a gyerek bever egy pár franchise ember meg nullát csinál. Nem értettem elsőre, hogy a kommandó edzők miért örülnek együtt a Barclival. Aztán rájöttem, hogy a New York is barna kommandós ruhában van. A katonai hónap miatt. Play action így is működik, Bellinger nagy labdát kap, Hatosan fekszenek elé. Shepardot újra megakadályozza Forbes, a hatásdámban, saját súlycsoportjában, hát kiváló védő. Akkor bárnak kénytelen vajazni a Devito, aki curl-től elhúzva odaér a golvonalra. 21-12 nagy előny, de nagy meccs. Negyedik negyed, ha nem lesz turnover, akkor egy társadal, meg egy field goal, és akkor még kijöhet a Washingtonból, és akkor megnyerik. Robinson nem engedi kibontakozni a vendégcsapat, és a blitz is hatással van a Haverre. Harmadik és tízre előre csűri, lesz, ami lesz. Lawrence hozzáér interception. Darnay Holmes, a váratlan hős a meccsen. Innentől akármit engedhetek, tudja Darnay. Barkley elkezd keményen futni. Egyszer még lyukat is nyitnak számára, 36 jalos pintel abból. Red Zone, zsebben a meccs. Brídát visszatartják, Harmadik és hosszúra már nem erőltetik. Field goal, bemegy. 24-12. Két testán kell. Washingtonnak 7 perc alatt. Egy biztos, hogy jönni fog. Akkor is ugye garbás, hiszen ez a kommandó. Datson rajta van, Tibodo nem szeretné. Szeg. Közeledik a rekord. Kár család a héten együtt tud szurkolni. Rekordnak vagy rekord ellen? Azt nem tudják. Megosztott a család. Harmadik és 20. Pringül. Csetlik tizet. Negyedikre Csegdán. Robinson nehéz szerelni, hogyha lendületből fut. Húsz járda. Terry kapitánykodik kicsit, de hát nem rémisztő. Volt merszem, szem, nem, nem volt rémisztő. Terry. Diámi elejti a labdát, hát ő karakterbe marad. Negyedik és egy. Sneak lenne, de elakad az offside miatt. Terryhez nem jut labda célba. Halad a kommandó, de hát fogy az idő. Robinson labdát veszít. Visszaszedi a Washington. Na, kihasználják. Datson, touchdown. Célterület sarkában. Banks lemorod. Közte 5 pont. Riverának az összes időkérése megvan. Barklit visszatartják. Harmadikra Devito fut, de 8 yard csak. Nincs fumble. Pont van. 1 perc 49 alatt kéne végigmenni Havelnek 81 yardot. Robinson és Springül hozzák a first Hawkins szabálytalanság árán szerez labdát, észreveszik, elszórakozik a logóban a kommandó, hát már csak fél perc, Dexter megsimítja howell -t. kapkodás, eldobja az oldalvonal és Jameson Crowder felé, de ott van Isaiah Simmons Simons is, leszedi, visszafut vele, pick six. 31-19 a végeredmény. Oda-vissza Giants győzött ebben a párosításban, ha esetleg a szezon előtt voltak playoff álmai a kommandónak, akkor pusztán ennyi hallatán eldőlt, hogy ne legyenek. Igazából nem volt nagyban a mintából kilógó meccs nekik, csak a turnoverek kisebb számban szoktak jönni. A védelem az pusztulatosan fostos, pedig látod, a Peszrás még most is működött, de hát a coverage az vállalhatatlan. Valakit szervezni kell januárban a védelem élére, aki új alapokra helyezi és ki tudnak majd kapcsolni egy UDF rookie menedzsert jobban. Ezt a profilt nem annyira keresik, mint főedző, szóval lehet válogatni. Hát Az tudom, a belicsek, meg a megdermott. Giants távolodik a draft tetejétől, most újabb kemény dió a Patriots jön. Elképzelésem nincs, hogy ott mi lesz. Talán, hogyha nem szereznek öt labdát, akkor a Devito nem lesz ilyen eredményes. Egy felkészültebb mester ellen, hát lást korábban szalá. De be tudta limitálni valahogy. De amúgy a Giants D kimondottan jó a nem Dallas elleni meccseken. Dallas ellen 40 et kapnak. Ők is tudják. Többi meg 20 se. Ugyanitt meg kell jegyeznem, hogy a Washington Philadelphia ellen rendre az ő szintjükön játszik, a Giants ellen meg a Giants szintjén ezzel az infóval semmit se lehet kezdeni, csak utólag megállapítható. Ezzel az összes csapat sorra került, akik fognak focizni a hálaadáskor, viszont akkor Black Friday mérkőzésnek a résztvevőivel menjünk. Egyik ilyen a New York Football Jets. Ellen felük a Buffalo Bills. Nagyot változott a special team élet. Xavier Gibson barátom most nem hordja vissza a rúgást, mint múltkor a végén, hanem Gillem. Olyat ráver, kiesik a labda, és Morris gyűjti be a Billsből. Megdermott, 11 játékost számol, hát milyen jó, hogy ez a hülye Dorsey nincs itt. 21-esre jöhet a kiválóan felkészített Josh ellen. Stefan Dix, motionből indul a quarterback mögött, ó, micsoda csillogás, nem kapja, Josh indul, megszerelik. Dix másodikra drop. Te elfárad a sok motion-től. Quinnen Williams-szek, védelmi szenvedésért jöttünk, azért ez nem egy New York-Washington meccs. Field goal 48-ra bemegy. Komoly hátrányban a Jets. Ezt hogy hozzuk be, mester? Hát nem tudom. Jordan Phillips túl kemény, így nem kell akkor lemenniük azonnal. De hát cserbe hagyják az t Breeze Hall drop, akkor a Mitchell átengedi a lawson szek. Harmadik és hosszúra mit csináljon szegény taknyos gyerek? Hát kidobja pályáról, pont. Támad a Bills, nem könnyű. James Cooknak semmi, Dix-től Jermaine Johnson kis ilyen labdát lop, de nem. Kinkét pedig behúzza DJ Reed felé tartó paszt. Hát apró lépések. Jásznak kell a nyugi coach, aki csak minden play előtt vagy közben mondja neki, hogy Jás, nyugi. Mint a Tyree Vízonnak a hajcsár. Ugye, neki meg azt kell, hogy a igen, következő play, mi legyen, mester? Hajcsár, ja, igen. Mert a ugye ugyanezt el kell mondani, Jás, Indul a play, nyugi. Ja, ja. Harmadik és öt. QB Keeper, sikeres. James Cook is fut egy first down, rúgó készül, elég, hogyha többet futok, mint a Delvin Cook, hát az elég kevés lenne James, ne haragudjál. Kincaid a rövid paszt közepesre változtatja, Morris a célterületre mozog, hát nyilván azért a Josh Allen nem állja meg, hogy ilyen célpontot ne keressen ott, mint a Quentin Morris, de hát hiába. Adams nincs igazán közel a szerzéshez a visszajátszás alapján. Nem Jamal, de, hanem Tony. Higgadtan kidobja a pályáról Josh, hogyha baj van, besz a pontjáros, hát nem pedig ő. 6-0. Breeze Hallhoz eljut egy csekk, mozog a Jets. Dudson szerelése után szintén mozognak, csak hátrafele. Bernard Blitz odaér, szeg. 3. és 19, Delvin Cook. szánalom, Kerry, pont. Kinkade az offensz középpontja, felé mennek a menekülő és egyéb labdák. Dixet nem engedi a szósz játszani. Ty Johnson kéri a ballont, és segíti ki elent. Ki érdemli akkor a Carrit? 11 yard az. Ez túl józan a Billshez, elkezdenek szabálytalankodni. Második és 16. Sakirt vonja be Josh, átlopóckodik a sárgán. Tenzel Smart és Jetses barátai elkapják a bölgét. Még a labda is kiesik, de már illegál kontakt büntetése DJ Reiden. Kinkaid nullás szerelésével igyekszik javítani a corner, és Harty sem tud megindulni. 3. és 13. Morris farag kicsit, és jöhet a kicker 9-0 közelről. Bills Day megnyomja rendesen a statot ezen a napon, ha nem engednek semmit, és még lefelé nyomják a Jets offenzív performance nulla alá. Leonard Floyd a fő letéteményes egy szegből. Three and out, Eldölt ez a meccs, második negyed. James Cook közelíti a felező kényelmes foci. Jásnak mondjuk vigyázni kell, mert az életére törnek, de előre tud slalomozni. Harmadik és kettő, Latavius Murray megoldja rutinból. A nagyra vágyás nem segít Jásnak, Ekoz és Amos sem enged elkapást. Negyedik és hét, támadás a 38-ason, nem csak ugratás, pont. 91 yard kéne ezek Wilson. Rendben, a Rakörtnek jó lesz. Jó. Egyelőre 18 yard, de erős taps. Kergetik kijön a vonalhoz, úgy dob, Benford, majdnem interception. Szól a spori, hogy Chris Glazer előre futott. Édes barátom, te ki vagy? Kérlek, 24 éves, másodéves versenyző, Virginia neveltje, az történelmileg egy erős falképzés, bár a Brandon Albert és az Austin Pastor már régen jártak oda. Há jó van, fiú, akkor védjed meg a zekket önmagától. Nem bírja, interception dob. Gerett wilson keresi, Douglas ugrik, beváltja reményeket. A 23-asra Albert Josh ellen. James Cooknak odarag egy ö, kórházi beutalót, de nincs baja. Ezt egy jó futásnál mutatja be. Szasz, Szabálytalan kivételesen. Észreveszik a sólyom szeműek. Kuknak oda vigye egyet, Josh nem tudják követni a repülés irányításnál. 16-0. Wilson felé újabb hiába való kiemelés, mármint a gerett. Az egyarados futás mondjuk javít az átlagukon. Zekben több is van, de hát nem tízjard. Akkor Pantherpass. Morsted eltalálja echo Csodálatos fotball. Maradjatok ben! Sajnos nem lehet, ennyi volt. Fake punt? Megtanít focizni? Nem, csak zeknek jön meg a kedve menekülni. Negyedik és kettő. Nem csak megfogja Breeze Hall, hanem átszeli a field goal csíkot is. Az sokat ér. Ed Oliver, Ruffing the Wilson. Hall folytatja az ügyeskedést. Boldogok a CBS-nél, hogy nem menekülnek el a meccselől az emberek. Touchdown Jets. Breeze Hall elintézte pár labdából az egész tér felett. Jól dobtam, nyugtázza a 2 Kettes, keringő tőle, sikertelen, 6-16. 45 másodperc, saját térfelén tölti a Bills, de belehajszolják magukat egy hélménybe. Josh 70-ről meglövi szembeszélbe, Estin Davis interception, fut vele vissza, de beérik pedig. Ez volt az egyik legnagyobb pontszerzési esélyük. Buffalo kezd, Quincy negatív yardos szereléssel Dix megfog egy labdát, Szasz földre dobja őt. Az nem ér. Quincy hatalmas kattanós ütésre a linkbekre, Azért nem jár pont. Fel kell kuk, viszi a ballont. Mérlek hinta megy tovább, McDonald hátra viszi a labdást, Stefan Dix előre. Negyedik és egy, támadás, Josh odapörget. pörget, Ty Johnsonhoz. Aki ha már megoldja, akkor legyen társdán. Bosszú meccs. Extra pont mellé, de mindegy. 22-t egy hónap alatt nem csinál ez a Jets. Dudson kergeti a zekket, kilöki rá a szalára. Vajon ez belejátszott, hogy cserére szánja el magát az edző? Még nem. 3 és 8 szabálytalan Doug lesz. Másképp nehéz ellenük, csak szabálytalanul. Gerett Wilsonhoz képtelenség a labdát oda juttatni. Állj be irányítani, szerintem harmadik és három, Zek át akar futni, Ed Oliver nem engedi. Pont. Na, nem dobta el a Morsted. Kár. Csoda történik, meggyalázzák a csendőrséget, vagyis a Jets védelmet. Josh Ellen előre szúr, Shakirhoz, szasz, lepkevadászat. Elkapja a kisgyerek, de hát még van 48, járt, hogy utolérjék. Senki nem éri utol. Bevitte 81-ről. Bills football. Joe Brady. Hashtag Dorsia hibás, sose gyere vissza. Hashtag Irány Pittsburgh, játszik a csapat. Josh rájött, hogy mit kell tennie. Szornom a labdát, mint a bolond gyerekek a lisztet. Biztos, hogy nem találkoztál szombat este a Gaffal, biztos. 29 -6. Nincs értelme ennek a meccsnek. Jöjjön be a boly, nem jön. Van értelme, csak továbbiaknak nem nagyon van már. Nem jön be a boly. Kanklinhoz eljutott egyet Zack Wilson, aztán szenvedés. Ed Oliver a hetedik szek megszerzője. Srian out a Bills. Én a térdelést javasolnám, de hát még csak a harmadik negyed. Végre jön Boyle, aki jól ismeri Hekittet Green Bay-ből. A legnagyobb életművész halott Boyle, aki az egyetemi karrierjét, ezt lehet, hogy mondtam már, 12 társdánnal és 26 interception hozta le. Mégis boldog profi, már öt éve. Abból egy a másodosztályba játszott, és még ott is több pikket dobott. Ki mondta azt, és mikor, hogy... Hát csávot ezt nézzük meg egy próbajátékon. Jó, jó méretei vannak. Öt évvel később, menj be pályára. Hm? Jók a hendofiai, Breeze gelet Gerett is eltalálja, aztán elveszíti a labdát a gerett. Hyde rátalál, befut vele a célba. Dodson okozta a fumbult. Azt mondja Spori, eleget láttunk, ne jöjjön vissza a Jets offense. Támadjon inkább a Bills, nem adjuk meg a touchdown. Clemons igyekszik még egy verekedést kirobbantani, hát ha megismételt mérkőzésre kerülne sor a botrány véget. Nem jön be amúgy erős terv, nem jön be. Pedig milyen jó lenne még egy ilyen meccs. Martin Pantol. Bolyt akarjuk a pályára, a néző Gibson, felüt egy labdát az égbe, leszedi Poyer. Földet ért, kiabál az zebra. Floyd tudja szekkelni a bolyt is. Nincs kinek dobni, csak a face maskben bízik. And out. De Sala érzi, hogy ezzel a fiúval kell mennünk tovább. Egy teleget látta. Besz még 50-ről rúg egy gólt, 32-6. Jó sokat kap a Jets. Boil még vajazza a kenyeret, közben kicsit felmos, hát igazi házi úr, mindent csinál. Készen állok a következő meccsre, amikor feltűnik a képen Abani Kanda. Elejti a paszt izzi. Top 5 futóm, hallod. Valaki menekítse ki innen. Nem adja át a Jets. Szép dolog. Russell Douglas elkapja Interception a labdát. Látom a hasonlóságot, akárki az irányító, az illik itt a rendszerbe a Jetsnél. 4-6 a Jets mérlege, pénteken muszáj nyerni. Igen, ki ellen? Dolphins, akik elvileg tudnak támadni. Rosszi el. Boy lesz az irányító, aki nem szaladgál majd, viszont konzervatív elvileg. Hát jól van, nem lesz más az nap, úgyhogy akkor majd megnézzük. Bills 6-5, pislákol a tűz, Josh ellen egybe maradt kevés érsz irányító mondhatja ezt el magáról. Szóval bizakodás, nem volt turnover, hát azért volt Hail Jó volt fiúk, jó volt. Visszakerültek a sinre. Pinteki ellenfél az majd a Dolphins lesz, nekik a Raiders ellen volt az előző meccsük. Hát Antonio Pierce edző. Találkozó előtt beszélgessünk már, mi itt a terv, mert ezek tudnak támadni, ezek a delfinek. Maga, mint védelmi beállítottságú mester, Raiders szélén, a csak győzés van. Hát figyelj, New York ellen kaptunk hatot, másik New York ellen 12 most egy Dolphins, maximum ilyen 20-at engedünk. Ugye ja, a védelmet nagyjából összeraktuk, úgy, hogy összeraktuk, úgyhogy több nem lesz. Támadó játék az a Josh McDaniels dolga lett volna, de hát láttuk, hogy mire jutott. Tyreek az egyszer elszalad majd, arra hogy számítunk, de próbáljuk szorosan tartani. Jó, ja, köszönöm, mester. Akkor olyan maximum 20, annyit kapunk. Rendben. Las Vegas kezd, úgyhogy előnybe lehet kerülni. Okanel oda csorgat Mayörhöz, biztató kezdés, Parham Holding, ajjajjaj. Davanti Adams kap screen-t, von Davis szereli. Ramsey pedig a másik playbe szereli. Azt várják Miami-ben, hogy a Jalen től jobb lesz a defense. Mayer-től kiboxol egyet a coverage demon, Van Ginkel. Felszedi Jevon Holland a kanadai válogatottból, de nem adják meg a touchdown hiába fut vissza. Pantolás a drive vége. Semmit nem adnak meg. Rá van szorulva a védelmi pontokra a Dolphins. Ha meglátjuk a mókamester, mivel lett meg minket az új sérón kívül. Egy megiramodásnál hasalás, és elhagyja a labdát. Tango vajlóa. Masterson okozta fambült, Epps pokrócot dob rá. Akkor Mike Mayer maradt központi alak, szükség is van rá, mert a Jacobsot nem engedi kérvényesülni. Remfrot, amikor szerelik, benne van a sisakolás, de megúzták, Mélyre holdingot mond be a spori, hát ennyire főszereplő, tehát még a holding is az övé. Xavier Howard kidobja Edemszet a pályáról. Akármerre jár az elkapó, óriási arc takarja ki a labdát előle. Remfroval elbír Kohu, mert hát vele mindenki elbír. Carson betalál, vezeti a családi bajnokságot. É, jön be, szerelik, rásérül, ennyi volt, piszik vissza. Most törtnek, kell majd akkor gyorsan futni, meg a tájriknak, hát nem nagyon sikerül. Kunz szekkeli is tangót, de a zebrák megmentik a drive-ot. Akkor tájrik kicsit fentebb húzódik, azonnal tüzel felé túl, közelít a Miami. Hubs ezt elnézi, de Waddles nem engedi labdázni. Tyreek leszed egyet ö, sok Raider középpontjában, felgyorsul, ahogy leérkezik, integetés, touchdown 40-ről, van ez így. Kérdés, hogy mennyi lesz. O'Connell akkor a helyi spitztörnek, Trey Tuckernek póstáz sikerrel. 16 yard. A Las Vegasban az sok. Mennyi a váltó számít Floridához képest? Mindegy, akkor mutat egy komolyat O'Connell. adams félpályáról megfuttatja cél felé, Átszeli a labda a pályát, pofára esik a védőtászdán Raiders. Nem sokáig maradnak hátrányban itt Antonio Pierce fiai. Ha így, akkor mi is így. Most pillanatai jöjjenek, de hát a Raiders nem ront szerelést. 3. és 8. Tyrik újabb 20 a gazdája. Epsről lefordul, sok futás, de főleg oldalra, aki lehet bírni. Cedric Wilson vesz részt a rotációban. Ugye Robbika kikerült a csapatból, Claypult műtik, ja most mi lesz? Craycraft is felépült, de neki nem jut labda. nem róluk szól ez a meccs. Ahmed is Ingolt csalják a távolságot, Tyree Wilson szerel, hajtsá, de rácsot húzva. Nyilván. Ahmednek jut 9 könnyű yard, egy negyedik és egy. Tyreeknek rövid passz, Hapsz fogja a lábát, segítenek neki, kivétte Raiders. Renfro. Részt vesz egy meccsen, hát haszontalan, Kohu újra mínuszba szereli. Közel a búcsú meccse Hunter nak Harmadik és hét, Takör felé, pontatlan Aiden O'Connell. De hát amúgy se jutna messzire, three and out. Hill kicsit pihen, míg szódát engednek a kezére, addig vadul buzgárkodik át a Las Vegas térfél közepére pár érintésből. Robika is itt van, bocsánat, nem láttam. Nagy a fű. Végülis hétfőn rakták csak átgyakorolni. Kiváló hajlás a Raiders részéről, a törés még hátra van. Crosby szekjének is eljön az ideje. Harmadik és tíz, megtörnek. Ahmed megy útvonalra, kiürül a pálya ez nem Dolphins. Fordítás. Két és fél perc van, Jacobshoz tömködik a labdát bátortalanul, elcsalják az idő felét a pont előtt. Hátrányban is maradnak óvatosak, hát megértem. Jó volt a pont. Tyrik felépült. Julian Hill igazi Titan módjára nem tud elkapni, amikor igen, akkor elveszíti. Diablo és Hubs ütöttek rá, Fumble 32-esen veszi fel a fonalat Jacobs. O'Connell dobását deflektálják, vagy Kohu kellően közel marad Edemshez. Rúgás 47-ről gól. Ez fédei állás. Tua kezd, azonnal a torokra lépne, de ő az, aki nem kap levegőt, ahogy látja, hogy Polamao elviszi a vadulnek szánt indítást a távolban. Nem sok újító megoldásra jutottak a narancs mellett Raiderék, Mayer kap azt röviden, harmadik és egy, nem tudnak utat nyitni a Jacobsnak. Three and out. Tyric megindul, Marcus Peters távolról figyeli az útvonalat, befarol elé, túl a kiszolgálja egy harmincassal itt is bevált módszernél maradtak. A sárgán is bevonható persze tájrék illetve bárhol. Nem limitálja a készfájás. Gyors tájrik, gyorsan gyógyul. Szedrik Wilson, hát marad idegen test, nem tudja folytatni a termelést, be kell jönnie a kikkernek. Sanders, dühösen mellé. Remzinek a fürge takörre kellene felügyelni, de ő a labdát védi. Főleg bevetődik rá övé. Interception, Dolphins. Illet már közelíteni a turnover differenciált. RPO, vadul, bejut a robotzsarú háta mögé, jelez a szenzor, de nem ér oda. 19 jel a Dolphinsnak. Nem sokszor lehet átverni a technikát, legközelebb már Spillén nyújtózkodik a passzért, de nincs meg. Harmadik és 7, vadul helyett a fűre megy a labda. Sanders higgat mezőnygól. 17-13. Mayer karriernap folytatódik, de a Jacobs negatív szezoncsúcs is. Harmadik és rövidre, Flea Flicker. Adamsnek van némi lépés előnye, Remzi előtt, de nem elég, hogy a labda is meglegyen. Negyedik és egy pont. Korán van még a autóhoz. Tyreek újabb gránáthoz adja a nevét, a közel a 300 yardhoz a harmadik negyedben. Mennie kellene, hogy a Havel legyen itt a passz király, vagy a Stroud. legnagyobb tárok sztárok ugye az esélyesek rá. Cedric Wilson átlendíti, pedig nehéz megoldás ezúttal Polamao mellett. Ingoldnak bosszú meccs, szóval ő is heveny használattal számolhat. Értsd, kettő elkapás a fullbektől. Harmadik és egyre elmegy a végtagjai között a passz. Sanders gyakorol 51-ről rúgni a kapuba. 20-13. Negyedik negyed. Szóval ez már nem vicc, haladni kell a Raidersnek. Renfro, Myers, tessék aktiválódni. Muszáj dobálni, mert a futás az reménytelen egész nap. Mondtam már. Jalen Phillipsnek neki akkor esély van egy szekre. Többek között. Hát, több esély többeknek. Panta vége. Tua csak a futókhoz tudja menekíteni a labdát. Ahmed rosszul esik. Szigorú az Oakland defense. Three and out. Félpályáig sikerül elpontolni. Jacobs nagy nehezen szerez valamennyit, erre takörrel azon nyomban visszaadják egy félre sikerül miatt. Második és 17. Adams visszanéz, jön a labda. Azt mondják, kívül fejezte be, jaj, de precízek vagytok. Harmadikra Jacobi Myers túl teljesíti a field goal pass fogalmát, lesz belőle és kettő, hát arra illik támadni. Myers fut a célterület felé, és sokat akartok. Nincs labda nála, senkinél sincs a indítása után. Turnover on downs. Polamao kivételesen eltakarja Tyreekot, ahogy indítja Tua. Mostertnek csak alibi jut harmadikra és 15-re, mert Armstead bemozdult. Lebuknak az alibivel, pont kannál hátrafelé dob sikertelent, de csak a kommentátorokat zavarja. A Trend Green nem szedi fel, ahhoz nem elég bolond meccs. Második és tíz, Jacoby Myers. Embere a füvön hasal. Így az előnyösebb helyzetben van, ezt kihasználja az irányító fiú. Renfro pedig megtáltosodott, 31 yardot húz elő, mivel leívott a tájrik vizébe. Baker mellett kap el, aki linebacker, aztán átgördül Howardon, talpon marad, nagyon komoly terepralit nézünk, még a végén ezt is megnyeri a Raiders, futás nélkül ráadásul. A Jalen Phillips nem akarja, ő szekket jegyez. Renfro visszahozza a harmadik és menedzselhetőre, de O'Connell a nyomást nem tudja kezelni. 4. és hat, Wilkins elkapja az irányítót, eldobja, mert muszáj, Interception Phillips. Most törték, tekerik az órát, beletörődnek, hogy ma több pont nem lesz. Pierce kikéri az időket. Tua még a 2 minute előtt kénytelen kidobni egy labdát, de negyedik és ötre is fenntartja őket meg Daniel, nem ugrik be a Raiders, Connor Williams igen. Pan. Bon. 93 yard kellene O'Connell-től. Némi statpumpára mindenképpen van lehetőség, egy perc eltelik a saját térfelükön, Adamshez 36 másodpercnél jut labda a Miami 39-esén, szóval nem múlnak el csendben az éjszakában ezek a kaszinósok. Hooper marad elkapás nélkül. O'Connell a célterületre ível takör, hát ha odaér hamar, de Jalen Ramsey elviszi előle újra. Kicsit rájzsik a labdára, de nagyobb baja nincs. Hát itt a nagyobb, jobb labdaérzékű nyerte a csatát a jump ért. O'Connellnek hálásnak kell lenni, hogy egyáltalán pikket dobhatott a Remzinek. Nem, hogy még beszívatni győztes touchdownra, hát persze. De a le a a Las Vegas Raiders előtt azért. Ők nagyon közel vannak minden héten, hogy a tudásuk legjavát nyújtsák Pierce alatt. Dolphins ez messze volt tőle ezen a napon. Sérül kicsit a narratíva, hogy otthon nagyon verik a gyengéket, de hát ezek alapján a Raiders nem gyenge. Pénteken akkor Jets és Tim Boyle következik, meg az emberevő védők a Jetsből. Hát azt gondolom, tangóék több pontot fognak náluk szerezni. Akkor is, ugye nehéz pontot szerezni, merész tippek, Dolphins győzés várható. És akkor most már mindent láttunk, mindenkit, aki hétköznapi meccset fog játszani, válogathatunk a maradék négyből. Hát volt egy ilyen a Jaguars Titans, ez a mai utolsó pont. Mind a kettőnél sötét csisak, fehér nadrág, szóval ez remek lesz, már tudtam itt. Kiválóan felkészült a Jaguars a Run Run Pass sorrendre. Évekig alkalmazták ezt a klasszikus taktikát. Levisre áramlik a Blitz, Herndon, Robert, Son Harris és még néhányan bántják őt. Pont. Trevort is kergetik, de neki több lehetősége van dobni. Ridley ezen a napon nem tűnik el a sövényben. Zay Jones felépült, nincs eltiltva. Ejha. Hát akkor indítja Trevor, őt nem érdeklik a rendőrségi hírek. Itt ilyen ellen jól dolgoznak, Pekó és a többiek a falban, hát nyilván vele kezdjük. Harmadik és ötre zavarják vissza. Trevor nem jön zavarba, ha dobni kell, de Körk mellett ott marad Gerrard. Hát inkább akkor kidobja, pont. Hopkinshoz tálal Levis, folytatódik az egy elkapásos szériája Hopkinsnak, hát milyen büszke rá. Traylon Burks sérlése miatt Chris Moore az end around ember, majdnem 40 yardot caplat előre. Rollout, Okonkvónak lapos az indítás. Aztán felköhögi a snappet Levis, hát rúki hiba, megszerzik a hosszú hajúak. Bizonyítja stabilitását a futás ellen a Titans, és instabilitását coverage-ben. Roger McCreary szabálytalan a Ridley ellen. Kirk Fulton sérelmére kapar le egy huszast, még Luke Ferelnek is jut ballon. Itt ilyen kettes átlagra javít, hát sokan vágynak hasonlóra, közel a fél év. Trevor megmutatja neki, hogy kell futni. Nézd, azon szereli Ardenki. ki. Bosszú mécs. Hát akkor dobás. Ridley válla fölött hullik a labda, méltó befejezés a kiválasztotthoz. Derrick Henryt bevonják a passzjátékba, Lewis bevonja magát a futójátékba. Fájdalmas, de megéri. Egy-két érintés garantáltan Henryé, első meg a második. Harmadikra meg nyomás. Lewis lerázza, indít, de Monterick Brown van helyzetben, hogy pikket fogjon. Nem teszi meg. Pont. Belógott a Jets, a negyedik és egy. Átfut Henry. Simons meg bement segíteni. Kyle Phillips hasznosít egy screen-t, halad a Titans. Specialty Team Offside megtanít focizni. Monterick Brown marad hasznos Tyson Campbell helyén, Hopkins-t hamar a földre parancsolja. Harmadik és hét, Cisco felér a Blitzből, Josh Sharon is segít, lőtávolságból ki. Pont. Al Shire villan Ingrammel visszalépve a zónába, nem engedi labdához jutni a névleges tight Jobb, hogyha gyorsabban passzolgat Trevor, mert sokáig nem tud tartani a fal. Így, le, így is lehet sikeres az ember, Erről a körk majd besegít. Megkríri újra szabálytalan, most a Z. Jones ellen. Pedig mutatja, hogy ő figyelte a labdát a lapockájával, de nem hiszi el a bíró. Ridley Enderand, lelkes száguldás, Robinson és Strange blokkol előtte. Eltűnik egy-két szerencsés, vörös zónában a Jaguars. Itt ilyen értékelhető jardokat fut. Harmadik és egyre viszont uh, Jeffrey Simmons kiütközi őt a gatyából. Field goal 30-ról, 10-0. Levis elvégzi a feladatot, odanak egy-egy labdát Hopkins és Okonkóhoz, de csak 9 jardot csinálnak. Veteránok hibája. Főleg ugye Okonkó, hát egy nagy veterán, másodéves, pont. Kiszenvedi a jardokat a Jacks, semmit se ad könnyen a Titans, de valahogy összehozzák. Hát vannak sokan, valakit majd csak be tud vonni Trevor. Amíg dajkálja a labdát, lassan lefut az első félidő. Türelem, és előbb-utóbb majd kialakul egy nagyobb haladás lehetősége. Edmunds blitzénél lesz ez. Trevor a Lawrence, ez a teljes neve Lawrence, tudja, hogy 1 v 1 van akkor a Ridley, és meg is küldi. Fulton bajba van. 14 jardoson ér véget a play. Ingram, démon a vörösben, de így is harmadik és kettő, agárkergetés, szerencséjükre nem indul előre, csak eldobja a labdáját. McManus szerez pontokat a szünet előtt, aztán újra Jaguars támadás. De Ernest Johnson fut erőszakosan, ha már a gokartos erre alkalmatlan, Ferrell igazi tájtend módjára viseli az ütéseket a testén, és megy tovább darabos mozgással. A 40-esen mondja azt a Titans, hogy elég, és nincs tovább. De negyedik és négyre Peterson szerint van tovább. Trevor kijön a zsebből, ráront a védő, elpasszol mellette. Di Ernest 33 yardot menetel előre. Árcsulétának gőzöl a füle a kommentátor állásban, hogy mit csinál a védő. Hát elhagyta a zónát, na. Le akarta szerelni a Trevort. Hetesen a ballon, lobog a sörény, Drakula kiválasztott fia, bevetődik a célterületre. 20 0 Will Levis, na figyeljé, valami ilyet kellene összerakni viszonylag hamar, irányítás néven. Ha jó, én csak egy második körös vagyok. Lesimítom a kortársaknak, és reméljük a legjobbakat wiley Spearsnek, beleérnek a labdába, jönnek rá jár, jaguárok rájuk. Negyedik és egy. Hát az pont, nem passzol a panter. Pedig hát Stonehouse biztos erőset dob. Itt ilyennek megjönnek a sikerek, eldölt ez a meccs, még nem mondtam. Ridley ötödik elkapás, 81 yard. Csoportmecsekre felszívja magát. Elvégre Superliga. Play action, Körkhöz ragad egy labda. Trevor látja a számokat, nem lehet féken tartani a továbbiakba. 20 roll play action, elbalettozik a védő mellett. Ridleyhez forintos lastex. 27-0. Kezdő elkapó Nick Westbrook és is elsajátít egy labdát. Spears átveszi a futását, hat pihenjem a Derrick Henry. Itt az idő, Jasonnek életbe tartani a karrier, de hát csak kárt csinál. Harmadik és öt, tisztán rohan a Levis felé. Szerinted lesz Ruffing de Hát nyilván lesz. Itt van Derrick Henry. Van a rizs. Ezt tudjuk, mit jelent. Spears borsót tesz hozzá. Levisnél az edény. Összekeverik. Rézi bizi. Előre az irányító. Hopkins megfogja a félpályás Ez igen, fiú. Csak trick play legyen. Titans. Minden playből. Mert miért nem? Levis 7 jó passznál tart a ginorban. Trevor azt mondja, 10, Ő nyert. Kap be Trevor. Tudjuk, hogy te vagy a legjobb mindenbe. És már 12 évesen kezdő lehettél volna. Mire mész ezzel a sok complete passzal? Hát semmire, mert rövidek. Sziénaut. Gerrard visszahord, a long snapper Mattisik. Szereli, fanbült okoz, és be is gyűjti. Főleg ezért van a csapatba visszaáll Trevor, ami irányítson a metisziket ennyi alapján, vagy, vagy külbe futni. Megszakadt a sorozat a Trevornak, sikeres passzorozata, de kezdődik új. Könyörtelen vagy Trevor. Evan Ingram örül neki. Itt ilyen kicsit elvonja a figyelmet, negyedik és egy Bixby jut át háromkerekű bicikliével. Közeledik a gólvonal, Trevor önzőzik, beviszi ő, pedig hát kevés hely van, de belenyújtja célteletbe tojás Bejött a scrambling program frissítése nála, gyorsabb a készülék, félig jaguar ember, félig agár vírus, száz százalék trevorka. Henry nem pihen a negyedikben, csak taktikai okokból ült le korábban. Levis megvilantja csodakart. 40 yardot nyernek a Chris Alul dobta, így is, lehetett volna 60 yardos tásdán, hogyha az elkapót kérded. Henrynek Endoránt. Na hát az jó, mikor ő jön lendületből. 15 yard. Simons beáll tight Vraiből hallott már elő a figuráról. Oda passzol neki a Levis. Olaukon ütközik vele, de hát Jeffrey elnyeli az ütést a linebackertől. Onside kick, jaguároké. Okay. CJ betört, megkezdi összeszedni a szemetet. 3-7 a Titans, és vészesen közeledik a draftnak a teteje. Levisnek nyernie kell, hogy távol tartsa a csapattól a top prospekteket. Nyilván nem a Jaguars legyőzésével lett volna reális, de sokáig bántóan reménytelen volt az offense. Ez nem csak az ősara nyilván. Nagyon nem ideális a közeg, bár Kelly szerintem egy jó play designer, de hát most fal nélkül mit designoljon. Nyert a Jacksonville, mint a csoport nagy erős ura. Jövő héten a Texas következik, akik egyszer már kinevettették őket. Szóval meg kell majd tanítani a Straudot kesztyűbe dudálni. Hát az nehezebb lesz, mint a Levist. Leviszt a végén már úgy dudált, ahogy mondták neki. Úgyhogy még van egy néhány mérkőzés, azokról is lesz szó a továbbiakban, és akkor lezárul majd ez a 11. forduló. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek mára, és csak a legkeményebbeket. Várom vissza a folytatásra is, hiszen még van három meccs, amiről nem esett szó. Ott találkozunk, szevasztó!